szeretettel köszöntelek a Tudatos Rálátással című előadás sorozatnak, amelynek az első előadását most hallgatod és nézed. Az a célja, azt a célkitűzést tettem, hogy támogatást nyújtson abban, hogy a mindennapok mókuskerekéből a itt és mostban megélt, általad megélt eseményekből, amelyekből már elég volt neked, amin változtatni szeretnél, amiből szeretnél kiszállni a mókuskerékből, elég volt, másképp szeretnéd csinálni a dolgokat, másképp szeretnéd megélni. Tehát ebből az itt és mostból segítséget nyújtson, támpontot és eszközöket adjon a kezedbe, és támpontot nyújtson ahhoz, hogy hogyan tudsz eljutni oda, ahová lélekben és szellemiségedben, gondolatiságodban igazán méltóságoddal teli életeddel tartasz. Tehát ez az előadás sorozat, amely 7 részből fog állni, és most az első részt hallgatod, ez egy, tekinthetjük mondjuk egy útikönyvnek is. Egy útikalauz nézel, és tartasz a kezedben, és az utazásodon elkísérlek, igyekszem minden olyan információt átadni, amelyet saját magam tapasztaltam, ezért ezekben az előadásokban a konzultációs tapasztalataimat, azt a tudást szeretném átadni, és meg is teszem, amellyel a mindennapokban ki tudod magadat húzni a csávából, ki tudsz szállni a kerékből, és belehelyezed magad abba a világba, ami a sajátod, abba az érzelmi egyensúlyba, ami a vágyad. Ez nem egy kék vagy egy piros kapszulán múlik. Tehát kevésbé arra számíts, hogy akkor én most bekapok egy tablettát, mint a Matrixba, akkor választok egy jót, és onnantól kezdve másképp működik minden. Ez az úti kalauz másról szól. Ebben az előadás sorozatban eszközöket és támpontokat kívánok átadni neked, amelyeket kézbe véve vissza tudod nyerni a saját életed vezetése fölötti irányításodat. Ez a te kártyád. Ez egy mindig nyertes kártya. Olyan, mint a Jolly Joker. Minden pakliban van Joker. Azokban a kártyátékban. Ez a te kártyád, a te lehetőséged, és szeretném, hogy tudd, még mielőtt elkezdjük, tudd meg, hogy minden képességed és lehetőséged megvan arra, hogy változtass a saját életed dolgain, a feléd érkező behatásokon, még akkor is, ha most, itt és most ebben a pillanatban még úgy tűnik számodra, hogy a környezet befolyásol, hat rád, és tehetetlennek érzed magad e fölött a befolyás fölött. Szeretném, hogy tudd, hogy az utazás befelé vezet. Minden változásnak az útja az befele visz. Én ezen az úton foglak végig kísérni. Az előadás sorozatnak a célja, hogy a biológika, a pszichogenetika és a természeti törvények, a kozmikus rend, az isteni elv, az akasa, tiszta információja átölelve és megértve haladjunk a mai pillanattól kezdve, innen, úgyhogy két lábon állunk a Földön, egészen addig, hogy mi a valódi oka annak, hogy neked van egy egyensúlytalan helyzeted. Mi a valós oka, az eredendője annak, hogy egy elváltozásod lesz? Miért? Mi okozta? Mikor kezdődött? És mit tehetsz azért, hogy ezen változtass? Mit tehetsz azért, hogy ennek az ismétlődését megelőzd? Az első előadás, ez most alapvetően a biológikus, a pszichogenetikus és a kozmikus törvények
ismerete által megadott logikus szemléletről szól. Azt a rendszert szeretném elmondani, és ennek a tudását átadni neked, amely rendszer alapján én is a saját dolgomat végzem. Amely rendszer alapján egy konzultációs munka folyamat megkezdődik. Ez egy tudatos lépcsőn haladás. Lerakjuk a mérföldköveket, az alapokat. Most elsőként leteszem az alapokat, és te ezekre a stabil alapokra fel tudsz állni, és el tudod kezdeni a saját házad, a saját belső szentélyed építését. A képességed megvan rá, és a lehetőséget a kezedbe kapod. Onnan én szeretnék kiindulni, hogy ma van. Ma észreveszed azt önmagadon, hogy nem tetszik valami. Ma észreveszed magadban, hogy feszült vagy. Ma szorongsz. Most kellemetlen. Most fáj. Most nem vagyok megelégedve azzal, hogy most támad meg a társam, vagy a munkahelyen a főnökön vagy. Most van elegem abból, hogy. Innen indulunk el. Mi ebből a kiút? Hogyan tudok meggyógyulni? Hogyan tudok változtatni? Hogyan tudok kiszállni abból a körforgásból, ami már semmilyen szinten nem szolgálja az életemet? Az első lépés az én meglátásom és tapasztalatom szerint, amellyel nagyon jól tudunk végighaladni a változtatás útján, az első lépés az az, hogy megértsük, hogy mi az oka, mi a háttér érzelmi tartalma annak, hogy jelen pillanatban, itt és most nekem fáj valami. Fáj a fizikai testemnek egy része. Van egy elváltozásom, sokszor fogod ezt tőlem hallani, kevésbé használom a betegség szót, azért, mert sokkal előrebbvívőnek tartom azt a kifejezést, hogy elváltozás. Úgy gondolom, hogy a betegség helyett, és így is fogod hallani tőlem, így fogalmazok, egyensúlyvesztés állapota van. Tehát én azt látom és tapasztalom, hogy te és mindannyian egészségesek vagyunk. Egész vagy. Nem osztották ketté, nem szakítottak ketté. Van olyan részed, ami a láthatatlan tartományban van jelen pillanatban még számodra, ez lehetséges. Ezzel együtt egész vagy. Tehát az egészség állapotában vagy, amikor elváltozásod van, vagy egy érzelmi kibillenésed, vagy egy drámában csücsülsz benne, akkor az egészséged, legyen az akár mentális, érzelmi vagy fizikai szintű, az egészséged egyensúlya az, ami kibillent. És ez az egyensúly minden körülmények között helyreállítható. Még akkor is, hogyha piros elefántok esnek az égből. Szeretném, hogy tudd, hogy független tudsz lenni a külső körülmények viszontagságától. Mert ember vagy. Mert lelked van, mert szellemiségében nagy vagy, és szabad akarattal rendelkezel. Ezen az úton haladunk tovább. Tehát az első, onnan indulunk, hogy itt és most érzékelem, hogy valami nekem nem jó. Az első dolog, amihez az én tapasztalatom szerint nyúlni érdemes, az első, az a biológika. A biológika az a tudás összesség, amely a testi, fizikai elváltozások hátterében meghúzódó érzelmi okokról szól és ad támpontot, információt. Tehát, amikor van egy elváltozásom, egy fizikai tünetem, bazira fáj a torkom, úgy meg vagyok fázva, mint a csuda, alig van hangom, köhögök, götösködök. Fizikai tünet. Akkor egy biológikus gondolkodással, tehát a biológiának, a testi folyamatok biológiájának
a logikai rendszerének felismerésével rögtön rálátásom van arra, hogy mi van egy megfázásos tünet mögött. Mit jelent az, hogy influenza, vagy bármilyen vírusos járvány, elváltozás? Mit tehetek azért, amikor nyelni alig bírok, mert annyira fáj a torkom? Mit kell felkutatnom? Hol vannak ennek az érzelmi háttér okai? Erre szolgál a biológika. Jelen előadás keretében kevésbé célzom azt, hogy most minden elváltozásnak a háttérérzelmi tartalmát elmondjam, mert erre van egy nagyszerűen összefoglalt ismertető könyv, a Biológika Szervatlasz, és én ezt tudom ajánlani szívesen, hogy legyen a saját könyvtárad része, vagy kérjétek kölcsön, akár én is szívesen adok, és lapozgasd fel. Minden testi elváltozás esetében egy nagyon jó útirányt kapsz, hogy melyek azok az érzelmi programok, amelyek a fizikai tünet együttes hátterében, mint okok, valós okok, meghúzódnak. És az okok következményeképpen leszek én vacakul, lesz nekem májelváltozásom a neheztel, a nélkülözés program miatt például, vagy kibillen a cukorháztartásom, mert annyira hadakozok, annyira ellenkezek, a gyermeknek veszekednek a szülei, válás van, ki felborul a cukor egyensúly, vagy emésztési problémái lesznek valakinek, mert annyira megéli mondjuk az apja által az undor konfliktust. Soha nem kommunikálja, de a szíve mélyén vannak dolgok, amiben undorítónak tartja. Azt gondoljuk, hogy bújjunk amögé, ez egy szőnyeg alá fejemet bedugom politika, hogy mert a nagyapámnak is az volt, vagy mert nyomják a szüleim, ó, hát apádnak is az volt, vagy anyádnak, ne is törődj vele, majd ő is túlélte, majd elboldogulsz azzal, hogy visszered van neked is. Másképp van. Tudjuk az ér külön programnak az érzelmi hátterét. Tehát az első dolog a biológika, ami az érdemes hozzányúlni. A biológika, hogy támpontot tudjak adni neked, hogy legyen elképzelésed, ahogy a biológika, és majd megyünk tovább a pszichogenetika, minden, ami a kozmikus rendben, tehát a mi univerzumunkban és az összes univerzum, tehát a multiverzum együttesében jelen van, az az információ, az a tudás, minden valós tudományra úgy gondolom, hogy igaz az, hogy a fizikai test irányítja egy a fizikumnál magasztosabb, tehát működésében szélesebb spektrumban működő, informáltabb tér, dimenzió, idő, minden, és egyébként téridőn kívül is vagyunk, de most a kozmikus rendnél szeretnék maradni a tekintetben. A biológika is oda tartozik, amit nagyon egyszerűen szeretnék neked elmondani egy példát, hogy megértsd, hogy miért van az, miért mondom én azt, hogy egy fizikai elváltozás mögött igenis érzelmi megrázkódtatás van, illetve egy mentális egyensúlyvesztés, valami, egy hívó program, aminek a következménye csak az, hogy lesz egy testi elváltozásunk. Képzeld el a következőt. Van egy kétdimenziós árnyékod. Hát én most igyekszem valamilyen árnyékot vetíteni, mert a fényviszonyok kevésbé talán ide. És látod az árnyékomat most itt a táblán, ahogy én mozgatom a háromdimenziós testemet, a kezemet, az árnyékom csak és kizárólag azt képes lekövetni, és azt szerint változni. Az árnyékom egy sík, egy kétdimenziós kivetülés. A testem, a fizikai testem, ami mozgatja, ez háromdimenziós térben elhelyezkedő vagyok. És a fizikai testemet is mozgatja valami. Ez a 4D. Szeretném, hogy tudd,
hogy a fizikai tested az csak akkor, ott és aszerint működik, ahogy a negyedik dimenziós önvalód, te magad, a te lelkiséged, a szellemiséged, a gondolatiságod mozgatja, irányítja. Ez egy nagyon egyszerű magyarázat szerintem arra, hogy tudjuk meg azt, hogy igenis a fizikai, a materiális kivetüléseknek az élet bármely területén van egy irányító, felettes, mögöttes tartalma. Ez a te szellemiséged, a te gondolatiságod. Tehát ahhoz, hogy te meggyógyulj egy elváltozásból, legyen az akár hölgyek, mondjuk egy petefészek külön program, egy policisztás ovárium, egy petefészek program, ahol a nőiséged, a női önbecsülésed sérül, már nem látnak téged úgy, ahogy te szeretnéd láttatni magad a pároddal. Önbecsülés letörés, kritikák, elégedetlenségek, már megy is a petefészek külön program. Tehát ahhoz, hogy te meggyógyulj, legyen az bármilyen szervi elváltozás, nagyon hasznosnak tartom, hogy tudatosítsd, hogy ez a háromdimenziós tested, és van egy irányító egységed e fölött. Ez a te gondolatiságod. Tehát amikor te megléped azt, megteszed, hogy utána jársz annak, hogy milyen érzelmek húzódnak meg a hátterében az én fizikai elváltozásomnak, a következő lépés az az, hogy miért úsztak be az életembe, miért érzem én ezeket az érzelmeket. Miért történik meg velem az, hogy éppen azt a párt, azt a társad, feleséget, főnököt, férj, gyermeket választom be, hívom be, kintről gravitálom az életembe magamhoz, akin keresztül megélem, hogy például mondjuk egy petefészek elváltozást, az önbecsülés letörést. Erre már a választ a pszichogenetika ismeretével jobban tudjuk közelíteni. A pszichogenetika azon ismeretek összessége, és azt kívánja megmutatni, informálni téged arról, hogy lásd meg az itt és mostban fellépő érzelmi kibillenés, már tudod az érzelmi okokat, az érzelmi kibillenés, a mentális kibillenésnek, azt az eredendőjét, azt az eredendő okot, hogy miért élem én ezt most meg itt ebben a pillanatban? Miért kell jelen pillanatban szoronganom? Miért stressz ez? Hogy választasz egy olyan munkahelyet, amelyben a végén kiderül, hogy hasonló nexusba kerülsz a főnököddel, vagy egy munkatársaddal, ahol mondjuk megéled újra a neheztelés programot, a zsörtölődést, épp most váltottál munkahelyet, és a kutya fáját, hát az előző helyen is pont ugyan emiatt álltam fel. Hát miért van az, most váltottam, most újra belekerülök, vagy 5 évvel ezelőtt volt egy csuklótörésem, most megint eltört ugyanazon a kezemen, és mondjuk a hüvelykója. Miért fordul ez újra elő? Hol van? Vannak ismétlődések. Ahogyan egy gyermekkori lenyomatunk, egy drámánk, egy születési programunk ismétlődik, a pszichogenetika adja meg rá a választ. Olyan információ együtteseket érdemes keresni, hogy mi történt a fogantatás pillanatában, amikor ráállsz a változtatás útjára, hogy szeretnél valamiből önmagad számára jobbat kihozni, akkor első lépésként ugye megnézzük, hogy milyen érzelem van ennek a hátterében. Egy elváltozás mögött mi az az érzelmi megélés, mi az az érzelmi konfliktus, amiben benne vagy, és következménye lett egy fizikai, biológiai, logikus, természeti rend alapján egy logikus következmény, testi elváltozás. Emögött, az érzelem mögött mi áll, miért épp most hívom be, miért pont attól az embertől élem meg, miért most drámázok, miért nem egy hónappal ezelőtt, vagy majd nyáron, vagy később, vagy
Honnan jön ez? A pszichogenetika válaszokat ad arra, hogy matematikai összefüggések vannak. Számtani, mértani sorozatokban mérhető, számolható az, hogy egy adott dráma, konfliktus vagy trauma mikor fog újra előfordulni az életedbe. Most, akkor most képzeld el magadat, hogy a kezedben van egy Jolly Joker kártya. Egy olyan kártya van a kezedben, amivel te tudsz számolni, és el tudod kerülni, hogy mondjuk 3 év múlva, 5 év múlva, 15 év múlva neked, vagy akár a gyermekednek, vagy az unokádnak meg kelljen élni ugyanazt a programot, amire eddig vagy te, vagy a szüleid, vagy a nagyszüleid, vagy dédszülők nem adtak érzelmileg intelligens és helyes választ. Benne volt valaki a családi horizonton, felmenők 7. ziglán fölfelé, egy konfliktus tömegbe. Tragédia érte. Na most nem kell messzire mennünk, ugye a jelen világhelyzet külsőségekben igyekszik bennünket afelé terelni, hogy nézeteltérés van, hogy ellenemenés programok vannak, ellenkezés, olyan helyzetek elé állítanak bennünket minden nap, minden pillanatban, akár a média által, a hírközlések által, amely helyzetekben nagyon ébernek érdemes lenni, és nagyon körültekintőnek ahhoz, hogy te továbbra is jól tud érezni magad, hogy te továbbra is a saját kezedben tud tartani a saját életed irányítását, a nélkül és a helyet, hogy elhinnél olyan tartalmat, ami esetleg valótlan, hogy te saját magad el tud dönteni, hogy mi az igazság. Az igazságnak nincsenek aspektusai, nincsenek változatai. Egy igazság van, az igazság, és az összes többi, az pedig valótlanság. Ez azt is jelenti, most nem csak a mindennapokban és a bennünket befolyásoló környezeti hatásokra értem. Talán első körben nem is kell kilépni a saját fészkünkből. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos és nagyon előrevívő, ha először önmagadban raksz rendet, ha először magunkban nézzük meg biológiailag, logikusan, pszichogenetikusan, majd harmad részben a kozmikus törvények vonatkozásában, amely kozmikus törvények alatt én az isteni elvet, aki úgy gondolja, nevezze természeti törvényeknek. Ezek kozmikus törvények, tehát ez a világ egyetemi rendszerről van itt szó, az isteni teremtő erőről, a kvantumfizikai, a kvantummechanikai folyamatok együtteséről, összességéről, az információ megmaradás törvényéről beszélek, ami az itt és mostban neked segítséget nyújt, mert amikor te nyugodt tudsz lenni, és belül béke van, akkor tudsz nyugodtságodban józan, önmagadhoz méltó döntést hozni az életedben, az életed dolgairól. Legyen az egy munkafolyamat, legyen az egy családi összejövetelkor egy válasz a kérdésre, legyen az a partnereddel való kapcsolódás, legyen bármilyen szociális interakció, vagy belső munkafolyamat. A legfontosabbnak azt tartom, hogy te a nyugalmi állapotodban tudj létezni, amikor akarsz, és ebben a nyugalmi állapotodban úgy vélem, hogy ebben a nyugalmi állapotban van lehetőséged józan döntéseket hozni. Ahhoz, hogy elérd a nyugalmat, tehát te a békében tudj lenni, én azt gondolom, hogy ehhez a nyugalmi, békességes állapothoz tudásra van szükség.
ahhoz, hogy tudásod legyen a dolgok felett, most képzeld el magadat, hogy a biológikus gondolkodással, tehát, hogy te a saját tested működésével tisztában vagy. Most azért szeretném eloszlatni azt a gondolatot, vagy szeretnék arra is válaszolni, hogy most jogos a kérdés, azt mondod, hogy úristen, hát most az egész testet megtanulni, meg ez rengeteg munka, meg rengeteg idő, meg én ehelyett azt mondom, hogy amelyek téged foglalkoztatnak. Nagyon könnyű, föllapozod, megnézed, írsz egy kérdést, megválaszoljuk. És képzeld el azt, hogy van tudásod arról, hogy a fizikai rendszered miért úgy működik, ahogy működik. Tehát, te tudod, hogy egy torokelváltozásnak a hátterében mi az az érzelmi dráma, amit megéltél. Van tudásod róla. Akkor mit gondolsz? Tudod nyugalomban kezelni? Van tudásod arról, képzeld el, hogy miért úszod be, mert ismered már a pszichokának, miért úszod be az életedbe már megint az a párkapcsolat. Már megint megélem azt a drámát. Már megint találkoztam valakivel, kénytelen vagyok együtt dolgozni vele, mert mellém ültették, és nagyon lehúzó, viszi az energiámat, és nem lehet vele konstruktívan együtt dolgozni, az előző helyen ugyanez volt. Most képzeld el magad, hogy van tudásod arról, hogy miért ismételted be. Van tudásod arról, hogy mikor következne be a következő. Mikor élném meg? És te ezt el tudod kerülni. Tehát a tudásnak az egyeneságú következménye, hogy nyugalom állapotában tudsz maradni. Te nem fogsz kapkodni. Te nem fogsz összeomlani. Nem okoz különösebb stresszt, szorongást, aggodalmat, hogy mondjuk lesz elváltozása, vagy egy érzelmi kibillenése a gyermekednek, magadnak, a szüleidnek, barátodnak, társadnak, aki fontos számodra. Tudsz segíteni. Tudod ezt kézben tartani, tehát tudod kezelni. Tehát, van róla tudásod. Ehhez a tudáshoz mi kell? Ehhez a tudáshoz információra van szükség. És amikor van információd, tiszta információról beszélek, olyan információról, amelyet, amikor magadba engedsz, akkor érzed, hogy ez igaz. Olyan, arról az információról beszélek, amelyet most több dolgot mondok. Az isteni elv működtet, az akasa krónika, tehát a mindent, minden információt magába foglaló világegyetemi komplexum működtet. Az információ megmaradás törvénye szerint éljük az életünket. Ha tudtál eddig róla, ha nem, teljesen mindegy, mert a nem tudás nem mentesít bennünket az alól, ami van. És az van, hogy most már nem csak energia megmaradásról beszélünk, hanem információ megmaradás van. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az árnyékot te mozgatod, és a fizikai testedet, a gondolataid befolyásolják, a 4D, az érzelmeid. Tehát minden gondolattal, amivel én hozzáteszek a jóhoz, most nem feltétlenül kell itt világmegváltásban gondolkodnod. Gondolkodj a saját életedben először, szerintem. Tedd azt fényesebbé. Tedd a saját fészkedet, a saját szívedet, lelkedetet, először a bensődet fényessé, gazdaggá. A tiszta információ téged szolgál. Neked a tudás. Te leszel a béke állapotában, te maradsz nyugodt. Amikor van valamiről információd, és ezt az állapotot te megéled, akkor ez sugárzik belőled. Utána nagyon, nagyon nagy derűvel fogod fogadni, hogy csatlakoznak az emberek hozzád. Hogy jé, milyen érdekes. Ma döntöttem dolgokról, mert ráláttam, mert hoztam egy döntést, hogy másképp csinálom. Elkezdtem ezt működtetni, és milyen érdekes, jövő héten beülsz egy kávézóba, ahol még alig vannak emberek, és hirtelen megtelik a hely. Vagy belépsz egy térbe, és mindenki a tekintetedet keresi. Mert ragyogsz. Attól ragyogsz, az a tudás és nyugalom béke állapotában vagy, és sugárzik rólad, amely
a te tiszta informáltságod, a tiszta információid által működtetett elméd, tehát a gondolataid, és ezáltal leíródott fizikai tested állapotáról sugárzik. És amit te sugárzol, az minden felületről vissza fog tükröződni. Ahogy a sugárzásod a világegyetem, tehát a csillagok, bolygók által is visszatükröződést nyer, hasonlóképpen tükröződik vissza embertársaidról. Legyenek bármilyenek, bármilyennek is ítélted meg őket esetleg ezelőtt. Ítéltem, bíráltam. Lehet hozni egy más jellegű meglátás alapján egy más jellegű döntést. Tehát van információd, és az információból akkor lesz tudás, hogyha az információ alapján van tapasztalatod. Ezt a tapasztalatot úgy érdemes begyűjteni, a meglátásom szerint, hogy van egy fizikai elváltozásom. Oda nyúlok a biológikához. Megnézem, hogy hopp, fel is lapozom, ha kell, vagy felteszek egy kérdést, nagyon szívesen megválaszolom neked. Mi van annak a hátterében? Van egy érzelmi megrázkódtatás. Jó, van róla információm. Pompás. Teszek azért, hogy ebből az érzelmi megrázkódtatásból kiszálljak. De hogy a túróba tudok kiszállni egy olyan mókuskerékből, hogy már 10 éve együtt vagyok azzal, akiről felismertem, hogy megélem, vagy a családban van. A legnehezebb mindig ugye a családban változtatni, mert a család a legtöbbet megteszi, a nagy családról beszélek, hogy visszanyomja a torkodon azt, amit eddig 20 évig kaptál. Mert szerintük ez a biztonságos. De beljebb jövök, a saját elméd is, a komputer, ez egy szoftveresen működő egység, amit agynak nevezünk. Szerintem ez egy biológiai számítógép, egy komputer, de mondhatom mondjuk úgy is, hogy kvantum számítógép. Tehát ő is az általa eddig megtapasztaltak alapján leszabályoz. Tehát, amit tapasztalt a komputer, a születésed pillanatában, de elé megyek a fogantatásod pillanatában, az azt megelőző 9 hónapban, majd a várandóság optimális esetben 9 hónapjában, az első életévedben, tehát ezen a 30 hónapos időszakban, az determinálja az egész életünket. Onnantól kezdve, amíg nincs információnk, rálátásunk, tehát tudásunk, és nyugalmi állapotba tudunk kerülni, mert leszelidítettük a gyermekként, vagy pocaklakóként megélt drámánkat, traumánkat, lehet, hogy azt édesanyánk élte meg, vagy az apánk, de saját magunkként, saját magunk vettük fel, mintha sajátunk lenne, ezt éljük, amíg ebből ki nem tudok pörögni, addig ez hat az életemre, és a pszichogenetika igazolja, hogy vissza is tér. Tehát az, hogy most mit élek meg, az is lehet, hogy fáj, de ennek még potenciálisan az ismétlődései is ott vannak a jövőben. És te meghozod azt a döntést, hogy neked ebből elég volt, ebből kiszállsz. Akkor érdemes ezt a rendszert végigkövetni. Tehát tapasztalat. Ez mit jelent? Információ plusz tapasztalat lesz belőled saját tudásod. Tehát van információd arról, hogy mondjuk egy emésztési problémát hátterében, ami mondjuk a vékony beledet érinti, és a felszívással, a dolgok megemésztésével, feldolgozásával van konfliktusod, ezt biológikusan a saját rálátásoddal megnézed. Hozol egy döntést, tehát felismered, hogy ez a konfliktus, most a példánál maradva mondjuk édesapámtól jön, mert az apám még mindig undorító az, hogy ezt is ezt csinálja, vagy hogyha visszaemlékszem gyerekkoromba, hú, de gáz, amit anyámmal művelt. És milyen érdekes, most, hogy így gondolkodom, és visszaemlékszem, én is beválasztottam egy olyan párt magamnak még fiatalkoromban, aki pont így működött férfiként. Nagyon gáz volt. Tehát jönnek a felismerések. Lehet, hogy jönnek a pozitív felismerések. Teljesen mindegy, hogy milyen előjelű. Hogyha egy lenyomat, egy mintázat, ami előjött, mert észreveszed a zsigereidben, hogy bakker, most megint úgy szóltam oda a gyerekhez, vagy úgy szóltam oda a feleségemnek, vagy a társamnak, a páromnak, ahogy anyám vagy apám csinálta volna.
Mert mit tettem? Tehát itt ne azt keresd, hogy ugyanaz a mondat hangzik el, nem. A következményeket ismert fel, hogy a másik szorong tőlem. Hogy a társam a csalódottságot éli meg általam. Ugyanazt csinálod, mint apád vagy anyád, a társával, vagy a nagyszülő. Tehát ezt ismert fel, hogy az, ahogyan cselekszel, ahogyan működsz, ahogy zsigerekben reagálsz, reflektálsz dolgokra, az a másik társad, az esetleg a saját társadat, gyermekedet, családtagodat, munkatársadat, beosztottadat, hasonlóan érzelmileg befolyásolja, mint ahogy a családban mondjuk rád befolyásoltság, nyomasztódás, szorongás vetült, vagy a szüleidre. Itt keresd a kapcsolatot, és akkor hozz egy döntést, hogy változtatni akarok. Te vagy a teremtő. Te vagy a teremtő férfi, te vagy a teremtő istennő. Ember vagy. A változtatás joga a te kezedben van. És tudj arról, hogy mindenkor, amikor a szívedből döntesz, és a saját méltóságod szerinti, tehát ez ugye relatív, minden ember más, de van egy saját bensőd, és amikor a saját méltóságod szerinti gondolat fogalmazódik meg, és lel utat kommunikációban, szavakban, mondatokban, lel utat cselekedetekben, tevékenységben, ölelésben, segítő szándékban, minden, ami hozzáadott jó, azzal nem csak az itt és mostban változtatsz, hanem a téridőn függetlenül, ez azt jelenti, hogy visszamenve generációs felnőkre, és előmenve majd az gyermekeid, unokáid, és a lemenők sorát tekintve, ez a változtatás gyümölcsözik. Tehát minden, amihez neked az önmagadban megérlelt méltóságot, tehát a saját morális kódexet, etikai kódexet, így is mondhatnám, azért használom a méltóság szót, mert azt érzem magyar szellemiségként, ahogyan te is ezt egy magyar szellemként hallgatod, hogy maga az, hogy felteszed magadnak a kérdést, mielőtt kimondanám, hogy ez méltó hozzám, hogy így viszonyulok, hogy így cselekszem, hogy ezt mondom, hogy ezt gondolom, és jön a válasz, hogy nem. Vagy késik a válasz 2 másodpercet, az azt jelenti, hogy nem. Akkor én azt szeretettel javaslom, tanácsolom, hogy gondold újra, hogy hogyan méltó, ki vagyok én, ki vagy te, és számodra hogyan méltó az, hogy abban az adott helyzetben, amiben te a társadnak stresszt okoztál, vagy te a szorongást éled meg más által, mert azt töprözik feléd, ezt hívtad be, abban a helyzetben mi az, ahogyan te fel tudsz állni? Hogyan tudsz kiszállni a mókuskerékből? A mókuskerékből, tehát a kiszállási útvonal, úgy gondolom, hogy ez a hármasság adja. Tehát lefordítom ezt egy másik megközelítési mód nyelvére. Itt és most fáj. Most vacak, most kellemetlen, most teljes mértékben diszkomfort. Most nem akarom ezt, mert fáj. Ez az egésznek az alapja. Ebből indulunk ki. Miért? Mi az oka annak? Mi az érzelmi oka annak, hogy lett egy testi, fizikai kivetülés a dolognak? Puff, megadja a választ. Miért történik meg az, hogy ezt az érzelmet itt és most kell megélnem? Miért pont vele? Miért pont ebbe a térbe? Megadja a választ a pszichogenetika. És mit kell tennem azért, hogy ezen én változtassak, és mind az itt és mostban, mind a jövőben ez a változtatás, amit ma kigondolsz, ez teljes létezésed spektrumára fényt árasszon,
Erre a kozmikus törvények megadják a választ. A kozmikus törvények, az isteni elv, a természeti törvények, ezekben semmi felfoghatatlan ne gondolj. Ezek a világ legegyszerűbb dolgai. Úgy gondolj rájuk, mint a legtermészetesebb dolgokra, mert tényleg az, ahogyan természetes, hogy a napraforgó odafordul a fény felé, ahogy számodra is természetes, hogy te is a fény felé akarsz fordulni, akkor jusson eszedbe, hogy bármilyen sötétben is érzed magad, vagy van egy ilyen megélésed, elég egyetlen gyertya lángja, és a sötétségbe te nem csak fény gyújtottál, hanem attól a pillanattól kezdve a sötétség ott megszűnt, mert a fény elindult benned. Tehát ez egy belső utazás. Ezért kezdtem úgy ezt az előadást, hogy amennyiben azt éled meg, hogy a külső körülmények viszontagságaitól neked függ az életed, akkor függetlenítsd magad a saját tudásod által. Azáltal, hogy te a nyugalom és a béke állapotában tudsz maradni. Hogy ezt hogyan éred el. Van, aki azt mondja, hogy segít neki a jóga, segít a torna, én meditálok, más embernek mozgásosan jó érzése van, kutyasétáltatás közben gondolját a dolgokat, vagy akár zuhanyozva, a sajátodat találd meg. Abban a pillanatban, hogy tiszta információhoz jutsz, és mindjárt beszélek arról, hogy miként tudod eldönteni, hogy ez tiszta vagy sem. Tehát abban a pillanatban, hogy tiszta információhoz jutsz, kezd el használni. Tehát cselekedj vele, tedd meg. És képzeld el azt, hogy ahogy beszéltem, hogy árnyék, fizikai test és a szellemiséged, a gondolatiságod. A szellemiséged, a te érzelmi világod és a lélektesteddel karöltve hozzájutnak egy kozmikus információhoz, tehát az isteni sugallathoz, megérkezik hozzád, egyébként mindig benned él, hozzáteszem. Mi magunk vagyunk azok, akik folyamatosan képesek vagyunk akadályokat gördíteni az elé, hogy ó, csak meg se éljen, vagy meg ne lássam, meg ne halljam, meg... Szóval ez benned él, folyamatosan megérkezik hozzád. Képzeld el magadat, hogy olyan vagy, mint egy rádió. És van adás, meg vétel. És te esetleg az adódat, amit kiárasztasz magadból, azt már csavargatod, egész sokan megértenek téged, és a vételgombot is igyekszel állítgatni. Már veszed ezt a rádióadást, már azt, már a harmadikat, már 15 rádióállomást veszel, mert már nagyon sok mindent csinálsz az életedbe, olyan könyveket olvasol, olyan tanfolyamokra jársz, már azt gondolod, hogy nagyon sokat léptél, és ezek mind csodálatos dolgok, és támogatom mindannyiatokat abban, téged is, hogy tanulj, fejlődj, haladj ezen az úton, mindannyian ezt tesszük, minden pillanatban tanulok én is. Szóval a rádió, tekerd arra az állomásra a vételt, ami a tiszta információt közvetíti, tehát az isteni sugallatot, az akasa elvből származót, a kozmikus törő, nevezd úgy, ahogy neked tetszik, ahogy hozzád közel áll, mert azzal tudsz azonosulni, és ez a legfontosabb, hogy azonos tudj azzal lenni, hogy az isteni önvalód, az te magad vagy. Ez nem egy kívülkeresendő dologtörténés segítő, kéz segítségnyújtás, szó sincs erről. Ez mind benned van. Most onnan indultunk, hogy te most fölfordítottad a Joker kártyákat. Hát fordítsd ezt magad felé is, és lásd azt a... Hát általában úgy szokták ábrázolni ezt a kis figurát, hogy ilyen kis vidám, mókás kis kalap van rajta, nem tudom, csörg a szélén akár. Tehát, hogy egy vidám, színes alak, amiről az első gondolatod, hogy felüdülsz, hogy ho-ho, nyertes. Itt belül tudd meg, hogy nyertes vagy, hogy te mindig nyersz akkor, amikor önmagadon változtatsz, és egy olyan irányt képviselsz, egy olyan útra lépsz, és haladsz azon az úton, ami a saját szellemiségednek való. És ugyanekkor képzeld el azt, hogy amikor
veszed a tiszta információt. Tehát jön egy sugallat. Mit jelent ez? Megérzek valamit. Lehet, hogy kevergeted közben a levest, vagy éppen takarítasz, pucolod az autót, épp rohansz, intézed a biztosítást. Mindegy. Csak légy nyitott, maradj nyitott arra, hogy érzékelj. Tehát bármit is csinálsz, vagy vagy benne, jön egy intuitív sugallat, egy megérzés, egy gondolat. És ezt a gondolatot te leköveted. De most képzeld el azt, hogy jön a gondolat, ez egy tök jó ötlet, és te ellene mész ennek, és azt mondod, hogy jó, és megy a halogatás. Jó, majd később megcsinálom, vagy ez hülyeség, mert és megmagyarázod agyból, beagyalod, hogy miért nem. És 23 dolgot képes, hogy felsorolni, hogy miért nem teszem meg azt, hogy azért nem találkozom vele, mert egyébként is hülye volt a múltkor, és megy a... Vagy azért nem akarok oda utazni, mert azért nem lépek bele be az új helyzetbe, hát majd később indítom el ezt a vállalkozást, mert egyébként jó ötleteim vannak, de... És mindig ott a de. A de az azt jelenti a kompjúternek, hogy nem. A halogatás az azt jelenti, hogy nem. Tehát most képzeld el, hogy a szellemiséged által jön az információ, tolnál rá a fizikai testedről, hogy csináld meg, de te ellenemész, te nem csinálod. Vagy jön az információ, hogy ezt kérlek másképp, ezt ne, ezt hagyd abba, mert ez, ami most megérkezett hozzád, ez bántalmazás. Az az ember, aki most feléd nyomakodik, ő egy elnyomó személy. Az a kapcsolatod, amiben éppen benne vagy, az agresszív. És felébreszti azt a mintákat, azt a családi mintázatot benned, ami eddig ott élt, és nem volt rá érzelmileg intelligens válasz, nem volt kezelve, nem volt megoldva. Ezért fel fogja gerjeszteni, benyomja, triggerüli azokat a gombokat nálad, ami következményeképpen megélsz. Ez egy kozmikus törvény. Információ megmarad, nem vész el. Ha az én nagyanyám megélte, hogy megerőszakolták, és dráma volt, és nem volt feldolgozva, akkor nem vész el a dolog. Akkor, ha mondjuk anyai nagyanyám, akkor az édesanyámon is át fog menni, meg rajtam. Tehát amikor fel is, ez egy kozmikus rend, ezek törvények, hogy megmarad az információ. Legyen az szorongásprogram, legyen az veszteség, legyen bármilyen szociális elhatárolódás, elszakadás élménye, az összes a deportációk, az első-második világháborús eseménysorozatok által érintve vagyunk. Az az igazság, hogy mivel hetediziglen a felmenőinkben ott van, ez él bennünk. Annyira sok lenyomatot hagyott, hogy ezzel szükséges dolgozni. És amikor a jelen pillanatban te azt éled meg, hogy újra szorongsz, te újra már csak azon tudsz gondolkodni, hogy úristen, a fizikai valóságot, hogy fogom fenntartani az autót, a kocsit, a gyereket, meg hogy etettem meg magamat, meg a házat, meg a... Akkor te már eljutottál arra pontra, hogy az anyagvilágába újra nagyon-nagyon erősen benyomott az az érzelmi kibillenés következménye, amit a szüleink, nagyszüleink megéltek egy háborús esemény sor alatt, és valóban dráma volt, és valóban tragédia. Emellett azt gondolom feladatként, hogy azon dolgozzunk, hogy a sok-sok miért nem csinálom, amikor küldi az impulzust a sugallatom, ehelyett mondjuk arra állni rá, hogy hogyan tudom megvalósítani, és hogyan igen. És igen, beválasztottam egy olyan párt, akin keresztül ismétlem, felismertem, aztán felismerem, hogy milyen érzelmi drámában vagyok, ami miatt mondjuk a méhed érint veled hölgyként, vagy esetleg a prostatád férfiként. És ennek az érzelmi megrázkódtatásnak már tudod, hogy ez lett a következmény, ez a testi kivetülés, és tudod, mert fel tudod tárni, hogy a családban ez hol és miként fordult elő ennek az érzelmi megrázkódtatása, amit nem dolgoztak fel, és ez az, amit te ismételsz, és ebből ki is tudsz szállni. Tehát megvan ez a tudásod, és te a nyugalom állapotában tudsz maradni, akkor
akkor már is tettél egy nagyon nagy lépést, hogy rendezed a belsődet, és akkor rendeződik a külső környezeted hatás története is. Tehát most visszavezettelek egy más aspektusból, hogy kozmikus rend van, egy információs genetikai ismétlődésekben vagyunk benne, és egy érzelmi megrázkódtatás következményeképpen lesz fizikai megélésünk. Tehát ez ehhez tettem hasonlatossá azt, hogy amikor van egy gondolatod, egy intuitív megérzésed, csak egyszerűen eszedbe jut valami, és ezt jó lenne megtenni, mert jónak érzel, egyszerűen csak jónak, akkor tedd meg, akkor a miért nemek helyett, mert ugye sorolni fogjuk, mindannyian bele tudunk ebbe csúszni, hogy ezt azért nem teszem, mert ez majd, ha majd később, a halogatás, stb. A miért nemeket cseréld le arra, hogy hogyan igen, hogyan igen, hogyan tudom azt megvalósítani, hogyan tudok abba beleállni, hogyan tudom behívni magamhoz azt a partnert, azt a személyt, hogyan tudok változtatni, mit kell önmagamban változtatni és megtennem ahhoz, hogy mondjuk a partnerem, a társad, a férjed, feleséged, barátnőd más módon álljon hozzád, hogy megkap tőle a nyugalmat, hogy megkapt tőle a figyelmet, hogy téged lásson az az ember partnered, az a társad, aki fontos neked, hogy ő akarjon téged látni, hogy ő meg tudjon téged ismerni, a valódat. Ehhez neked is ismerned kell önmagadat, a család dinamikádat. Érdemes. Beszéltem erről, hogy az árnyékodat mozgatja a háromdimenziós tested. A háromdimenziós testedet mozgatja az a felettes dimenzió, amit mondhatunk gondolatiságnak, érzelmeknek. Képzeld el azt a szituációt, hogy egy munkahelyzetben mondjuk te vagy a beosztott, és ez a beosztottként mondjuk valamint zsörtölődsz, hergeled magadat, teszed a dolgodat, de igazából az egészet tele van a hócipőd. Hát egy, hogyha nagyon értéktelennek tartod azt a dolgot, amit végzel, akkor hát én szeretettel azt tudom tanácsolni, hogy akkor csinálj olyat, amit értékesnek is tartasz. De ha látsz ebben értéket, és szívesen csinálod azt a munkát, akkor tedd. Szóval induljunk el abból, hogy azért ezt te szívesen teszed, de mégis azért van egy kis zsörtölődés, ki vagyok szolgáltatva, ott 8 órát kell lehúzni, stb. És egyszer csak belép a tulajdonos, lehet, hogy ő pont a főnököd, a tulajdonos. És a tulajdonos azt mondja, hogy szeretnék most időt szentelni arra, hogy elmondjam, elmeséljem nektek a cégünk működését. És azt mondja, hogy most tegye mindenki félre azt a munkafolyamatot, amit végez, nem is kell bepótolni, hogy még csak az idődet se veszi el. És összejöttök néhányan, és ő mesélni kezd. És a céget tulajdonos elmeséli, hogy tulajdonképpen mit is képvisel a cég. És az az érték, amit te beosztottként, vagy munkavállalóként minden pillanatban beleteszel, az a nagy műben hogyan képvisel értéket, hogyan fényesedik ki, mit teszel te? Kis virágport teszel a bibékre. Tehát, hogy utána azt hogy szállítja el a mély? Hogy lesz értékes? És felismered azt, hogy aha, ez tényleg értéket képvisel. Na most nyilván nagyon sok olyan cég van, ahol nem, és nem igaz, és kizsákmányolás van, és mi. Akkor élhetsz azon a lehetőséggel, hogy változtatsz ezen. Én most arról beszélek, hogy teszel egy felismerést, és egy analógiát akarok ezáltal hozni, hogy amíg én el vagyok foglalva azzal, hogy ugyan én választottam egy munkahelyzetet, vagy akár ez egy lehet, egy társadalom, egy kapcsolat, ez egy szociális kapcsolat. Tehát amíg én el vagyok foglalva azzal, hogy amellett, hogy én választottam, én ebben állandóan ellenkezek, egyébként még undort is élek meg, tehát még lehet, hogy a cukorháztatásom is ki fog billenni tőle, és még esetleg meghízom. Állandóan egyedül érzem magam, mert egyedül kell megoldani, senki nem áll mellettem a problémáimmal, hoppa, vese gyűjtőcsatornák ennek következményeként bezárhatnak, rögtön jön a túlsúly,
nagyon sok következménye van. Tehát amíg én hergelem magam ebbe tiszta rálátás nélkül, addig a testem, a testi szinten egyszerűen úgy működök, hogy hát lesz valamilyen testi fizikai kivetel, például fáj a gyomrom, azt a kérdést elmulasztottam ugyan feltenni, hogy a gyomrom most esetleg attól fáj biológikusan, hogy van egy labhám szövetrész, ami a dűre, a haragra reagál nagyon intenzíven és azonnal. És azt kellene megválaszolnom, hogy most mire vagyok dühös? Most kire vagyok dühös? És annak mi az oka? És a mögött milyen háttértartalom van? De helyett fáj a gyomrom, bekapok egy pirulát, vagy esetleg egy kis szódabikarbónás vizet gyorsan bekortyolok, jobb lesz az majd. Szóval a fizikai test abban van, hogy csak úgy egyszerűen elhittem és elfogadtam, hogy fáj, aztán majd lesz valahogy. Értelem nélkül fáj. És elfogadom, hogy értelem nélkül fáj. Na hát ez a szellemiségemnek, a lelkemnek egy olyan odadöfés, aki ott kapálózik, hogy de nézd, van itt 4D is, és halló, itt vagyok, és irányítanám én értelemmel, és tudd meg, hogy minden mögött van értelem, de te elhitted, hogy csak úgy fáj. Hát az apámnak is pont ugyanígy állandóan fájt a gyomra, meg rovacak volt az emésztő, hát mondta anyám, hogy örökölte. Elfogadtad. Szóval ehelyett, hogy miért nem lépek, ehelyett meglépni azt, hogy hogyan igen, hogyan tudom felismerni azt, mi van ennek a hátterében. Szóval, amíg hergelem magam, dühöt érzek, és elhittem azt, hogy én ebbe a helyzetbe beragadtam, ennek a nexusába a tulajdonos, aki meg elmesél neked, hogy az egész ért teszel, és hogyan bontakozik ki ebből a felsőbb jó, ő pedig mondjuk hasonlatos a te szellemiségedhez. Ahhoz a szellemiséghez, az a gondolatisághoz, aki dübörög benned, és ő súg, és ő mondja, hogy de ezt kéne csinálni, haladj erre. De te, nem komfortos, már megszoktuk, jó ez így. És így dübörög tovább, de kérlek, haladj erre, és súgja a lelked, találj vissza önmagadhoz, vedd a kezedbe az irányítást, az életed vezetése, ez a te jogod. Jogodban áll szeretetben létezni. Szeretném, hogy tudd meg, hogy jogodban áll, és mindig is a biztonságban létezés. Legyen ez érzelmi biztonság, anyagi biztonság, minden. Jogodban áll méltóságban létezni. És minden rajtad áll, hogy ezzel élsz-e, vagy mikor. Mikor teszed meg azt a lépést, tedd meg most azt a lépést, hogy visszaemlékszel a családi krónikákban elhangzottakra, és amit már helytelennek tartasz, vagy a te mérlegelésed, értékrended, morális kódexed, felfogásod, tudatossági léptéked szerint már nem szolgálja az életedet, akkor azon változtass. Ez csak rajtad múlik. Változtatni lehet. Fel kell ismerni, kell hozni egy döntést, szabad akaratodból egy döntést, hogy változtatok, és utána cselekedni, tehát a mindennapokban, a minden pillanatokban, amikor csak eszedbe jut és rálátsz, akkor az szerint cselekedni. És lehet, hogy 10-ből 9 esetben még másképp fogsz, az eredeti mintát szerint. De egyszer már igen. Akkor nagyon szeretném, hogy azt éld meg, hogy ahelyett, hogy azt mondod, hogy 9-szer nem sikerült, abba is hagyom, vagy azt mondod, hogy de bénán csináltam ezt, és elkezded így önkorbácsolni magad, hogy 9-szer nem ment, csak 1-szer, hát ez semmi. Ezt befejezni, és ehelyett tudni azt mondani önmagadnak, hogy látod, 1-szer már sikerült. Akkor ott van egy sikerélményed. Ha 1-szer sikerült, akkor majd 2-szer is fog, aztán 3-szor. A pszichológia azt mondja erre, hogy kondicionálom magam, tehát addig begyakorlom. Ennek van egy biológiai, tehát agy-idegsejt szintjén működő folyamata, ebben most nem szeretnék belemenni, de annyit szeretném, hogy tudd, hogy a kondicionáltságnak, tehát annak, hogy te változtatni akarsz az életedbe, hozol egy döntést, és elkezdesz aszerint cselekedni, és lehet, hogy sokszor még másképp sikerül, de 1-2-szer már úgy, ahogy a szándékod diktálja, ahogy valóban a te szellemiségedhez, gondolatiságodhoz való, illeszkedő, méltó,
akkor egyrészt minden támogatást megkapsz az univerzum, tehát a természeti törvények rendjétől, hogy ezt ezen az úton tudj haladni és folytasd. Másrésztről pedig az a tény, hogy visszatalálsz önmagadhoz, tehát hogy megengeded magadnak, hogy a szellemiségedbe beömlő akasából, tehát a természeti érkező tiszta információ teret nyerjen és megvalósuljon, ezáltal kapsz elképesztő mértékű támogatottságot egyebekben mondjuk a kozmosztól. Tehát maga az, hogy ezt megengeded, ez hozzásegít téged ahhoz is, hogy emlékezni tudj. Mert jogos a kérdés, amikor azt mondod, hogy hát már anyám sem emlékszik, meg hiába kérdezem nagyanyámat, senki nem mond semmit, hogy mi történt. Akkor itt van lehetőséged megálmodni, megkérni a saját szellemi feletes lényedet, fejevalódat, önmagadat kérdezni, visszaemlékezni. Ez a képesség benned rejlik. Hogy honnan tudod eldönteni, hogy az az információ megérkezik hozzád, az tiszta információ, tehát valóban egy a természeti rendből érkező tiszta információ, vagy torzítás alá került, akár saját elméd által, akár a környezeted által. Én úgy tapasztalom és gondolom, hogy az a tiszta információ onnan tudod, hogy amikor megízleled, tehát megérleled, megérkezik hozzád, és érleled magadban, akkor azzal úgy válsz, úgy tudsz azonossá válni, úgy tudsz azonosnak lenni, önmagadba beengedni, befogadni, és aszerint rögtön a saját dolgaidat működtetni, hogy távol van ettől minden nemű hiúság, mértéktelenség, emberi méltatlanság, tehát minden olyan aspektustól mentes, ami, hogyha jól belegondolsz, akkor egy alacsony szintű működés. Tehát jön az információ, van egy döntés, kérsz egy tiszta információt rá, megérkezik az információ, és neked el kell tudnod dönteni, hogy ki kell szemezgetned, hogy mi ebből a tiszta információ. Szemezgesd az alapján esetleg, hogy tartalmaz-e bármit, aminek itt és most, vagy következményeképpen, hogy elkezdem az alapján működtetni, vagy cselekedni, vagy döntést hozni, annak a következménye lehet-e az, hogy te, vagy bármely embertársad megéli a következőt. És akkor felsorolod azt, vagy, tehát hogy fel kell tudnod ismerni, hogy ez most egy alacsony szintű működés, vagy egy emelkedett általad megélt magas szintű működés. Most ez, mivel emberek vagyunk, ugye ez megint egy picit relatív, hogy ki mit él meg. Nem az a lényeg, hanem úgy gondolom, hogy arra érdemes koncentrálnod, hogy saját magad számára itt belül méltó az az adott dolog, és az, amely szerint te cselekedni fogsz, vagy sem. Ez egy ilyen egyszerű dolog. Én úgy gondolom, hogy ez mérhetetlenül mélyre visz. És ahogyan mélységében visz, tudod, ahogy fönt, úgy lent is, ahogy lent, úgy fent. Ezt Hermész Trismegisztosz mondta. A smaragdtábla igazsága benned él, benned van. Ez az alapmérföldköved. Amit erre építesz, a tudásod, hogy ezt kivetíted, hogy a mindennapokba használod, és ehhez segítséget nyújt neked a biológika, a pszichogenetika, és a minden pillanatban benned létező és téged körülvevő természeti, kozmikus törvények rendje, ez van, ez így létezik. Felismertél magadban valamit. Jön egy sugallat, hogy jó lenne ezt, hogy azt megcsinálnod. Olyan, mintha indítanál. Most képzeld el, az olyan, mintha indítanál egy vállalkozást.
rengeteg mindent át kell gondolni, rögtön lehet, hogy azt kapcsol be, hogy fú, én ezt azért nem csinálom meg, mert megint felsorolsz X okot, hogy miért nem, de aztán közben eszedbe jut, hogy ja, egyébként eldöntöttem, hogy most ezt abba hagyom, és azon gondolkozom, hogy hogyan igen. Hát szeretettel köszöntelek ebben a vállalkozásban, és szeretném, hogy tudd, hogy nagyon-nagyon-nagyon támogatlak abban, hogy a felismerésedet követően te magad légy az a vállalkozó, aki önmagát teszi, juttatja jobbá. Önmagadban van meg az a szándék, ahogy egy céget el tudsz indítani, vagy egy vállalkozást el tudsz indítani, ugyanúgy tudsz vállalkozni önmagadban arra, hogy információt gyűjts, hogy legyen önálló tudásod, hogy meg tudj maradni a nyugalom és a béke állapotában, mert tudod, hogy minek mi a következménye, és azt is tudod, hogy annak a dolognak a ez egy következmény, és a valós oka az érzelmi megrázkódtatás, annak a valós háttéroka egy ismétlődés, amelynek a valós háttéroka az a kozmikus törvény, hogy igenis a születési gyermekkori programunk, az indító programunkba bekerült információ az megmarad, és a drámákat, traumákat, konfliktusokat megszüntetni ugyan nem lehet, de szelídíteni igen, inaktiválni igen, és benned van a lehetőség és a képesség arra, hogy csinálj egy vállalkozást, légy saját magad vállalkozója, vállalkozz önmagadban arra, hogy elindulsz ezen az úton. Már el se kell indulnod, mert már rajta vagy ezen az úton. És önmagadat jobbá teszed. Nem mások miatt. Felejtsd el a megfelelési kényszereket. Hagyd el a teljesítménykényszereket. Önmagadra figyelj. Ezt nem önző módon teszed, hanem saját emberi méltóságoddal teszed. Szóval csinálj magadnak vállalkozást. Próbáld ki önmagadon belül, önmagadról. Szerintem ez az egyik legcsodálatosabb dolog, amire léphetsz. A tapasztalás az, ami téged hozzásegít ahhoz, hogy többet ne kelljen hiszek, nem hiszek kérdéseket feltenned magadba. A tapasztalás az, ami megmutatja neked, hogy egy adott dolgot már neked nem kell elhinni. Most képzeld el azt, hogy megtapasztaltad, hogy úgy működik az izomzatod, hogy el szerint tudom fölemelni a karot, tehát már tudod. Akkor ha odalép hozzád valaki, és el akarja hitetni, hogy kapcsolódj már kérlek ahhoz a hitrendszerhez, hogy egyébként a karod úgy működik, hogy olyan vagy, mint egy marionett figura, és igazából föntről zsinórokról mozgatja egy ismeretlen külső körülmény. Elnyugodj bele! De neked van belső tudásod, hogy dehogyis, meghallgattad, és kétségbe vonult, tehát jogodban áll kételkedni bármikor, bármiben, és nyugodtan tedd is meg. Mindenkinek, amit mond, az a saját véleménye, és te vagy az, akinek érdemes kialakítanod önmagán belül a saját véleményedet, és ez a legfontosabb. Szóval, te már pontosan tudod, hogy de hát a te karod, az a te karod, hát te irányítod, a te negyedik déd. Ő az irányító. És ahogyan a gondolatiságodat alakítod, a gondolataidat, a szándékodat, a tiszta szándékot, tiszta információ alapján, az szerint működik a 3D. Akkor mit gondolsz, aki odalépett hozzád, és hitrendszereket akar lenyomni a torkodon, fogsz még hinni, amikor már megtapasztaltad a saját igazságodat? Nem. Tehát a tapasztalataidat követően te már nem csinálsz hiszek, nem hiszek kérdés, hogy vajon hiszek benne, vagy nem hiszek. Nem kell. Tudod, és kész. Kiléptél már ebből. Én szeretettel ajánlom, hogy tedd meg ezt a lépést. Szeretném, hogy tudd, hogy minden támogató erőt megkapsz ahhoz, hogy ezen az úton te
jól és olyan minőségben és léptékben tud képviselni önmagadat, ami a te életedet a legjobb minőségben befolyásolja, és teszi gazdagabbá, szebbé, jobbá, szeretetteljesebbé, méltóbbá, ami számodra a legfontosabb. Az, hogy tudod már, hogy a szellemi vezérlésed ő irányítja a fizikai, a materiális kivetülést és minden folyamatot. Ez, ahogy a smaragdtábla is mondta, amiként fent lent és ahogy lent fent, ez nem csak benned működik így. Minden, ami a környezetedben van, így működik. Tehát, amikor te rájössz arra, hogy az érzelmeid, amiket te megélsz, és mondjuk jelen pillanatban abszolút nem komfortosak, meg is változtatni akarsz, és te most ezt felismered, hogy a gondolatiságodban, a gondolati működésedben, a szellemiségedben, ami egyébként tökéletes és tiszta, tehát ezt nem kell tudatosabbá válni, meg a tudatot tágítani, a tudatod úgy tág, ahogy van, te vagy az, aki szemüveget, szűrőket tettél magadra, mi vagyunk azok, akik akadályokat gördítünk ez elé, egyszerűen csak át kell lépni ezeken az akadályokon, le kell venni a szemüvegeket, le kell tenni a szűrőket, az ítélkezést, a bírálatot, a neheztelést, a bűntudat programokat, a lelkiismeret fudást, a szégyen programot, a megaláztatás programokat, a bántalmazás programokat. Le kell szelídíteni, le kell tenni. És érdemesnek tartom rálépni arra az útra, ahol a szellemi valós hozzád megfelelően működtetett, a te magad által fényesen működtetett gondolatiságod az, aki uralja a te életednek a terét, és te tartod a kezedben azt a kantárszárat, amivel majd a lovakat irányítod, de ha akarod, gondolatba is irányíthatod őket, és nem is kell a kezedbe fogni azt a két szárat. Tehát abban a pillanatban most már tudod, hogy az érzelmeid az szerint alakulnak, ahogyan gondolkodsz. A gondolataid, a tudatod, az az információ és a tudásodnak a minőségén is múlik, hogy vissza tudj emlékezni, hogy egy magas minőséget képviselő szellemi lény vagy, akinek mindenre van lehetősége. A lehetőség tárháza szabad, nyitva áll az ajtó, lép be rajta, és válogass, ami tetszik neked, vedd fel, változtass azokon a dolgokon. Tehát most már tudod, hogy a gondolataid, a tudatod az, amely befolyásolja az érzelmeidet, az érzelmeid azok, amelynek az egyensúlytalansága, kibillenése befolyásolja a fizikai testedet, és ennek következményeként tudsz te érzelmileg, mentálisan kibillenni, betegséget, elváltozást generálni magadba. Ezt most már tudod. Akkor visszatérve az eredetre, hogy a gondolatod, a tudatod állapota határozza meg ezt a folyamatot, és minden több, az összes többi, az ennek a következménye, akkor egy kérdést szeretnék feltenni. Mit gondolsz, hogy te ezt tiszta tudatállapotba teszed, amit teszel? Mit gondolsz, hogy amikor a gondolataid előjönnek belőled, és aszerint cselekszel, akkor a saját gondolatiságodban, a saját tudatállapotodban szabad akarat szerint döntesz? Mit gondolsz? Van minden élethelyzetben szabad akaratod? Mi a meglátásod arról, hogy ahogyan te mondjuk a párodhoz, a társadhoz kapcsolódsz, férjedhez, feleségedhez, gyermekeidhez, munkaviszonyban bárkihez, ahogyan te emberileg kapcsolódsz, azokban az élethelyzetekben, ahogy te kommunikálsz, és azt megelőzi egy döntés, abban neked mindig szabad akaratod van? Vagy esetleg még mindig befolyásol az információ genetikai programja? Esetleg
még vannak olyan területek az életedben, ahol az információ genetikai programja, tehát a pszichogenetika, azaz a DNS szerkezetünkbe kódolt információs mintázat alapján még mindig előhívok olyan megéléseket, olyan információt, aminek a következménye egy olyan megélés, ami konfliktusba sodor. Önmagamat teszem oda. Mit gondolsz? Van-e szabad akaratod akkor, amikor zsigerileg éled az életedet, és miközben megcselekszed, vagy utólag felismered, hogy na, most pont úgy csináltam, hogy anyám tette, vagy apám. Nem pont az a mondat, nem pont az a nexus, de a következménye az, hogy pont úgy bántottam meg a másikat, pont úgy aláztam meg, ahelyett, hogy felemeltem volna, ahelyett, hogy a jóságra koncentrálok, ahelyett, hogy segítek neki, hogy ő saját magában megtalálja azt, hogy hogyan tud abból az érzelmi akadályból felülkerekedni és lépni, és haladunk, hiszen azért vagyunk együtt, hogy közösen haladjunk tovább. Nem, te pörgeted a családi mintákat, akár tudatosan, akár tudattalanul, vagy tudat alatt még mindig visszatérnek a drámák, még mindig visszatér a szorongás, és minden, ami visszatér, és még felismerés nélkül maradt, vagy cselekvő, változtatási szándékod, aktivitásod nélkül maradt, azok újra és újra generálva az életedbe ki fognak vetülni. És lehet, hogy pont az az ember, akit a legjobban szeretsz, vagy szeretnéd szeretni, vagy hogy ő szeressen, pont ő kapja meg, és rajta csattan az ostor. Hogy van-e szabad akaratod, és miben van, és hogyan tudsz azon változtatni, hogy amit te felismertél magadba, és az a működés már nem tetszik, és ebből ki szeretnél szállni. Miként teheted ezt meg? Milyen eszközeid vannak erre? Milyen lehetőségek? És hogyan lehet ezt könnyedén felismeréssel és cselekvő aktivitással megtenni? Erről fog szólni a következő előadás, amelyben részletesen, mélyebben belemegyünk a családi hitrendszerekbe, a pszichogenetikába, az információs genetikába, és a mikéntjébe annak, hogy hogyan tudsz te egy olyan eszközt a kezedben tartani, ami már most ugye az asztalról felhúzott osztott lapokból a Jolly Joker kártyád, amivel minden körülmények között te hely tudsz állni, és jól érzed magad az életben. Szóval szabad akarattal folytatjuk, szeretettel várlak a következő előadásra is, és szeretném jelezni neked, hogy ezek az előadások díjmentesek. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkafolyamatot, akkor ezt egy lenti linken, egy donációs, tehát egy donét, egy adományozási lehetőségen keresztül megteheted, akkor tedd meg, hogyha neked ez jó érzés. A legfontosabb az az, hogy tudj haladni az önmagad által, szellemiséged által kijelölt útvonalon, hogy te jól érezd magad, hogy te tudj a béke és a megnyugvás állapotában lenni, és maradni, vagy visszatérni, ahogyan számodra komfortos és méltó. Ez a legfontosabb. Minden támogató erőt és természeti törvény szerinti sugárzást és éltetést kívánok ehhez neked. Tudd meg, hogy a kozmosz igenis téged támogat, és a legjobban az esik mindennek, a mindenek felettinek, hogy benned látja a fényt. Ezt a fényt képviseld, őrizd a szívedbe, és árasz belőle annyit, amennyi jól esik neked önmagadért. Szeretettel kívánok neked további derűs és szép napot!